gratulálok az idomár championi címhez. Minek tudod be igazán ezt a szép eredményt? Ez egy kollektív eredmény, mert igazából az idomítás a Hajnal Tibor vezényletével történik a tréningtelepén, és ő és a stábja készíti fel igazából a lovakat. Én nagyobb részt inkább a hajtásban vettem részt a versenyekben. Lévén, hogy nagyon sok lovat rendszeresen te hajtottál, melyikre vagy a legbüszkébb? Igazából a legnehezebb feladatot Alfaból jelentettem, 5 versenyt nyertem vele. Ő egy problémás lónak indult, nagyon érzékeny ló. Vele azért össze tudtam szokni, neki a tehetsége feljogosítja, hogy nagyobb feladatokat is megoldjon, de most még kell neki az a pici kis fejlődés, amely hozzásegíti, hogy a nagyobb küzdelmekben és erősebb ellenfelek ellen ne hibázzon és megoldja azokat a feladatokat is. Régebben az volt a védjegyed, hogy start után igyekeztél élre állni, és aztán a magad tempójában, kvázi diktálva az iramot behúzza futamot. Az utóbbi időben azonban gyakran látni azt is, hogy várásra hajtasz. Ez mennyire tudatos ez a stratégiaváltás? Alkalmazkodni kell a lovakhoz. Elsősorban azt kell észrevenni, hogy melyik ló alkalmas arra, hogy gyors kezdés után utazó sebességet felvegye, gyakorlatilag kontrollálja a mezőnyt, és aztán még a végén, a finishben hozzátesz, és van küzdőszellem benne. Amikor lehet, ezt a taktikát nagyon szívesen alkalmazom most is, de ezek a lovak, amelyekkel nem tudtam érre menni, ezek nem annyira kedvelik ezt a versenyzési stílust, és ezért kénytelen voltam ahhoz alkalmazkodni, ami a legelőnyösebb számukra. Voltál már hajtósampion, nem is egyszer, idomár sampion is, itt sem ez az első sikered, viszont a derbi győzelem még hiányzik a trófeák közül. Sajnos úgy néz ki, hogy nekem ez nagyon nehezen jön össze, hogy egyáltalán lesz egyszer, azt sem tudom. Nagyon sokszor voltam közelben, elvesztettem már derbit Orhosszal, általában mindig a derbikben valahol ott vagyok az első 3-4-ben. Bízom benne, hogy majd egyszer valamikor talán, de azt gondolom, hogy a derbihez szerencse is kell, abban a 2 percben mindennek stimmelni kell. A sors úgy hozta, hogy nekem még ez nem adatott meg. Mit vársz a 2020-as esztendőtől? Nekem ez egy rövidebb szezon lesz, mert műtét vár rám, egy elég komoly műtét, amelynek a gyakorlatilag 10 hét a rehabilitációja. Az év első nagy versenyét még a Senyeiben úgy gondolom, hogy hajtok, de március eleje, március közepén legkésőbb műtétre megyek, és az egy hosszabb pihenőt igényel.